Nos hát, sziasztok srácok! Kicsit fura most így, ennyi idő után újra egy mikrofonba beszélni. Ez az őszinte igazság. Sokan írtok, hogy mi van velem, és hogy mikor lesz új tartalom, vagy mikor lesz IMT-ja és társai. Nos, utóbbi időben gondolkoztam, észrevettétek, hogy a live-jaim nem voltak olyan hosszúak és olyan élvezhetőek. Most ennek több oka is van. Ez a videó ez teljesen vágatlan, vagyis hát biztos lesz benne kis vágás, de nem nagyon akarom szétfagdosni ezt az egész videót, ez egy ilyen tiszta beszéd lenne számotokra. Őszintén igazság, hogy az utóbbi, hát mondjuk ezt, hogy 3-4 hónapban én eléggé nem is az, hogy eltűntem, de nem úgy volt tartalom, ahogy annó. Szóval annó szinte minden nap live voltam. És az utóbbi 3-4 hónapban konkrétan heti egy live se volt, csak néha. Amúgy bocsi, hogyha nyávog a macska. Majd erre is kitérek. És igazából őszinte leszek, nem a YouTube-ot untam meg, hanem azt, amit gyártottam. Magát a játék tartalmat, szóval meguntam azt, hogy én leülök reggel a géphez, és én kiszállok este a székemből, ezáltal nem eszek, nem beszélek a családommal, nem beszélek a barátaimmal, csak akik itt vannak interneten, akik igazából sokat számíthatok, ugye Narancs például, ő az az ember, akit örülök, hogy megismertem, és szeretném vele továbbra is tartani a kapcsolatot. Nem tudom, nézed-e tökösöm, de jó lenne találkozó lassan. És én nagyon örülök, amit itt elértem igazából. Hát, meddig csináltam? 2 évig talán. És megtaláltam magamnak azt a közönséget, aki szeretett engem, és kiállt mellettem, és nézett, és követett, és adta belém a reményt, a pozitivitást, a mindennapokhoz az erőt. Magánéletemről soha nem beszéltem a YouTube-on, nem véletlen, mivel én azt akartam sugallni nektek, hogy igazából milyen jó az élet, hogy lehet mindig csak nevetni, lehet mindig boldognak lenni. Nos hát, ez kurvára nem így van, bocsánat a trágás szavakért, de ez sajnos így van. Nekem is... bocsi, csak közben beteg is vagyok. Szóval nekem is ugyanúgy volt, vannak, és voltak is, sőt annó sokkal több gondom volt a magánéletemben. Én rosszba voltam a családommal. Igazából... Hát mindegy, most se szeretnék kitérni, elég ennyi, rosszba voltam a családommal. És mindegy, ennyi. Többet nem szeretnék erről mondani. Se a barátnőmről, se a barátaimról semmi. Ennyi elég szerintem, hogy amit tudtok. És igazából láthattátok, hogy alig volt tartalom. Inkább az volt, utóbbi időben leültem játszani a barátaimmal, akik például a Pujával, vagy a Narancssal, Asosszal például. És utóbbi fél évben így kicsikét elkezdtem komolyodni, és nem arra gondolni, hogy továbbá is ezt fogom csinálni, hogy én képezek, játszok, hanem megpróbálni egy kicsit változtatni magamon, ami sikerült is. Nos, igazából nem megpróbáltam letenni a gépezést, mivel ez nem egy függőség, legalábbis számomra, hogyha leteszem, akkor én nem ülök a géphez. Jó, továbbra is gépezülök, facebookozok, megnézek YouTube-on egy-egy videót, akiket követek, és nagyjából ennyi. Nem az megy, hogy reggel leülök és estig játszok. És sikerült, ezt le tudtam tenni, és igazából én itt azt a YouTube-ot abba szeretném hagyni, legalábbis egy kis időre, hogyha igazából egy kérdéssel jövök számotokra, aki tudja, aki nem, én nekem sikerült vásárolnom egy autót, közösségben megtaláljátok a YouTube csatornámon, illetve Facebookon és Instagramon. Instagramomnak a neve végig itt lesz a videó alatt, ott nyugodtan feltehettek bármiféle kérdést, bekövethettek, sőt beszélgethetünk is.
szoktam is, ugye nézőkkel, elég sokan szoktatok ott írni. Igen, szóval vásároltam egy autót, és igazából, hogyha én visszatérek a YouTube-ra, mert igazából csak egy kis időre szeretném letenni, ameddig teljes mértékig rendbe jönnek a dolgok, elérem a célomat, stb. De addig időközönként néha-néha telefonról tudnék nektek indítani egy ilyen kis 1080p-s, hát nem ugyanolyan minőségét, amilyet most, de egy elég jó minőségű live-ot, és például abban beszélgethetnénk, bemutattam azt, hogy a kocsi mit fejlődött az utóbbi időben, mert ugye átalakításon van az autó, vagyis hát igyekszem teljes mértékig személyre szabni az autót, és bemutatni nektek például az autót, hogy legyen-e autó bemutató videó, és egyéb ilyen autós vlogos dolgokra gondoltam, ilyen beszélgetős témákról például, tudjátok, mint a többi YouTube csatornán szoktátok látni, csak ezt az én szemszögömből. Most ezt, hogyha nektek ez tetszene, akkor nem kell komment, elég, hogyha lájkkal jelzitek, vagy elég egy komment, vagy valahogy jelezzétek, hogy szeretnétek ilyet, hisz én szeretlek titeket, és nem akarlak faképnél hagyni titeket, mert nagyon is hiányoztok igazából. És hát igen. Nos, igazából pontot is szeretnék tenni a végére. Én köszönöm azoknak, akik velem voltak ideig, akik a kezdetek óta követnek, és tényleg akik mindig adták nekem a időzéles boldogságot, és a megismert barátokat is. Köszönöm, legfőképp Narancsot, mert nagyon sokat segített az életem során. És hát akkor én Exzesz voltam. Sziasztok!